Tisztelt és szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetés szíme kötcse, a avagy hozan üzemeltessük az üzemeltethetetlen, vagyis a rendszerváltás rendszerét. Tudja, halkan zárójelben persze, de hát ez evidencia, hogy a rendszerváltást abstart bukott rendszerét. Ugyanúgy, mint a elmúlt, hát már több mint 150 év, ugye a kiegyezés óta több mint 150 év telt el, és először Ferenc József, hát ő bírta a leghosszabb ideig, de hát akkor még igen, volt egy ilyen könyv, az gyorsuló világ 70-es években, szóval még akkor lassú volt a világ, valószínű azért bírta ő, meg hát azért az hogy is nézzük még egy tradicionális, Valamennyire már teljes mértékben a modernitás globális pénzhatalmi rendszerének ellenőrzése alatt, de mégiscsak egy tradicionális berendezkedés volt. Aztán ugye a horti rendszer a két világháború között, hát ö, a, a, talán arra igaz a legjobban, hogy üzemeltetni az üzemeltethetetlen, de azért 20-valahány évig ö, az is képes volt a működő működőképesség látszatát kelteni. Aztán utána a kádárrendszer, ami hát szintén ugyanezt a történelmi szerepe, ugyanazok a mintázatok ismétlődnek, és a rendszerváltás rendszere, amelyről még mindig nagyon keveset tudunk, pedig hát most már azért legalább 30, hát inkább 35 éve, mert már 89-ben, sőt bizonyos értelemben véve az első kádári SDS által is megszorítás. 79-től kezdve már 45 éves valójában a rendszerváltás rendszere, mert a 80-as években Kádár már csak bál figura teljes mértékben az SDS. A globális SDS lokális ügynök hálózata irányít a Fekete János és a többiek vezetésével. Tehát uh, uh, ugyanaz történik uh, itt is, uh, hogy uh, hát uh, valaki, uh, valaki uh, megpróbálja vagy vállalkozik arra, ez uh, részben véletlenekből adódik, nagyon -nagy sok mindennek kell közre játszani. nyilván a mindenkori globális birodalom, tehát világbirodalom, meg a birodalom kiválasztó főhatalom, és azért hát ennyi szólva a szerepet játszik ebben a kiválasztásban. Tehát mindig van valaki a rendszerváltás rendszerében is, ahogy volt Ferenc József Forti, Kádár, a rendszerváltás eleve bukásra ítélt üzemeltethetetlen rendszerének a konszolidál, így mondják ezt elegánsan, konszolidálásához is kell egy személy, és ez történetesen Orbán Viktor, és amikor azt mondom, hogy erről sokszor beszéltünk, hogy, hogy összeomlóban, bárha így fogalmaztam, hogy abstrakt meg volt bukva, és bizonyos értelemben történelmileg, ez a mint ahogy az előzőek is, tehát már a kezdeténél is, a kiegyezésnél is lehetett. Egyébként mindegyik valamiféle kiegyezésre épült, csak nem egészen olyan kiegyezésre, mint ami erre mondjuk a mindig vesztes nép, a mindig vesztes döntő többség, ami nem is kétharmad, hanem inkább 80 százalék 150 évben, az elmúlt 150 év során a magyar társadalomban. És van egy nagyon egyszerű oka, erről sokszor beszéltünk, de így most köccsek kapcsán mert a, ugye általában inkább a nagyobb ívű a, a kérdésekről beszél Ormán Viktor, itt Kötcsén pedig azért inkább az üzemeltetés technikáról, nem mint hogyha én lebecsülném az üzemeltetés technika jelentőségét, sőt, hogyha elfogadjuk legalábbis munkahipotkézisként az, hogy a rendszerváltás rendszere eleve meg volt bukva, akkor hát értem szerűen persze hogy, persze, hogy szólni kell az üzemeltetés technikáról, hogyha a mindenkori üzemelhetetlenséget kell üzemeltetni. Egy pillantra még arra visszatérve, hogy a rendszerváltás valóban már 79-ben elkezdődött, amikor Kádár János számos hát, történelmi jelentőségű hazugsága volt, vagy hamis, a hamis beszéd nagy jelentőségű, történelmileg is nagy jelentőségű fordulatai, és ez 79-ben az volt, ez bizonyos értelembe véve mindegyik rendszerre, mindegyik bukott rendszerre, Ferenc József, Forti, Kádár, és nyilván majd a rendszerváltás rendszere is egyszer meg fog bukni, hogy mi, hogy mi a helyett, erről persze fogalmunk si figyelem, figyelem. Nagyon fontos különbséget tenni a rendszerváltás rendszerének bukása, és Orbán Viktor, tehát ha úgy tetszik a NER bukása között mert a rendszerváltás rendszerének bukottságától egy bizonyos berendezkedés, mondjuk a NER, vagy bizonyos kormány még vidáman tovább működhet. Tehát például, a, ugye ezt többször említettem, beszélgettünk erről, hogy a a gázvezeték, az északi áramlat gázvezeték felrobbantódása az egyértelműen jelezte, hogy mindaz, ami, amire gazdaságilag, hatalomgazdaságilag a rendszerváltások rendszere itt Kelet- és Közép-Európában épült, az ezennel megdukott, azt leromboltuk. Tehát a globális főhatalom azt közölte, ezzel, hogy ennek egyszer is mindenkor a vége, tehát megbukott maga, maga a rendszer, az egy más kérdés, hogy valójában abstalp meg volt bukva, de most már hivatalosan is bejelentették, hogy ezek a rendszerek meg vannak bukva, de attól még természetesen a kormányok a helyükön maradnak, tehát ezt senki nem érzékeli, pontosabban nem tudja, nem akarja, nem meri érzékelni. Az, hogy igen, a a gázvezeték felrobbantódásával a világot ténylegesen irányító erők azt üzenték, hogy az a hatalom gazdasági talapzat, amire az a mondjuk közel 30 év épült, ami legalábbis 25 év épült, amit mindenki természetesnek tekintett, hogy a német és az orosz birodalom között van egy nagyon hosszú távú Hát azt úgy, és senki nem ki hogy végtelen hosszú távon, mert ugye never say never, ilyen, ilyen nincsen, minden uh, ilyen egyesség ideiglenes a történelemben, erről is sejthető volt, hogy ideiglenes lesz, csak legfeljebb nem készültünk fel arra, hogy ilyen brutális lesz az összerombolása, tehát ezzel valójában lerombolták a rendszerváltás hatalom-gazdasági alapjait, hogy erre majd a különböző országok hogy reagálnak benne Magyarország, az egy más kérdés, de a rendszer, tehát a rendszerváltások konstruált rendszere, amelyik csinálva volt természetesen formálisan 89-90-ben, de valójában már 79-től, kezdve, az ezennel hivatalosan is megbukott. Tehát még Kádárra visszatérve, ez a bizonyos emblematikus mondat úgy hangzott, hogy öftosok, így beszélt Kádár, már megint tovább nyújtózkodtunk, mint ameddig a takarónk ér. Ez az SDS alaphazugsága, hogy megvádolja a népet mindenféle mértéktelenséggel, hedonizálással, és azt mondja, hogy most aztán megtanítalak, majd kesztyűbe dudálni, mert csak itt hedonizálsz össze-vissza, és persze azért van deficit, meg azért van folyamatos eladósodás, mert hogy csak itt élvezkedni akarsz állandóan, nem teremted meg az alapjait, annak a jólétnek, amiben és hát most ennek egy jelentős részét kénytelenek vagyunk éppen a te érdekedben visszavenni tőled, mert enne, ebből nagy baj lesz. Ez az alaphazugság azért fájdalmas, mert valójában soha nem igazán történt meg ennek, pedig ezen a Káder János takarója volt egy ilyen írásom ezzel kapcsolatban, pedig pontosan azt kellene folyamatosan, jó, azért hát teszünk rá kísérletet, vagyunk néhányan, akik erre teszünk kísérletet, hogy ez a globális SDS lokális ügynök hálózatának alap hazugsága, Kádár János szájába adva, hogy a jövtorsok már megint tovább nyújtózkodtunk, amit a takarónkért, tehát most legalábbis ideiglenesen vége a hedonizálásnak, meg túlfogyasztásnak és egyebeknek. Ez a legocsmája, a legordasabb hazugság. A, ez a bizonyos takaró azért e, e, vált e, rendkívül csekélyi, amiből ki van a hátsó felünk, mert avatott kezek, például a már említett Fekete János a turatos eladósítással folyamatosan vagdalja le a takarót a magyar társadalomra, tehát szó nincs róla, hogy a magyar társadalom túlfogyasztása, meg hedonizálása és egyebek okozza, a mindenkori deficitet, illetve eladósodást, hanem hát működik egy hidraulika, és ez már a, a kiegyezés, erről is sokat beszéltünk, a kiegyezés rendszerében és amely kiegyezés az volt, hogy a, hogy ezt is sokszor elmondtuk, hogy a magyar, meg az osztrák, uralkodó rétegek kiegyeztek abba, hogy egy cinikus, gátlástalan módon együtt szolgáltatják ki a birodalmat a globális pénzhatalmi rendszernek, leginkább a Rothschildoknak akkor, akik közvetlenül uralták ezt a mezőt, amiről persze szuperkus volt, tehát ez azóta is az volt természetesen, tehát erről szigorúan tilos beszélni, holott mindenki egyezésnek pontosan ez a lényege, Ferenc József rendszerének is, Horti rendszerének is, Lásd Weiss Manfred, illetve ugye Weiss két vejével, Korin és Kornfeld urakkal való intim liazonja, Hortinak, hát ugye akkor az volt a globális SDS lokális ügynökhálózata, és persze Kádár kiegyezése, hiszen Aczél György meg Fekete János voltak a valóságos irányítói annak a rendszernek, amit nyilván Kádár is pontosan tudott, az annyira hülye nem volt, hogy ne látta volna, hogy ő bárfigura, de hát vállalta, ahogy 56-ban is vállalta a kollaborációt a későbbiekben is, amikor már egyszer volt egy kirohanás a politikai bizottság ülése, már 80-as években Soros György ellen, amik, amit hát a legszerényebb acélgyörgy jelenlétében, amit a legszerényebb hát minősítéssel is durva antiszemitizmusnak lehetett. Tehát egyszer kilépett a szerepéből Soros Györgyel, kapcsolatban, de mindegy, ez kivezetne a képből, pontosabban egyáltalán nem vezetne ki, csak mivel erről nem lehet polkorrekt módon beszélni, mielőtt ezt a diskurzust teret megint, nem gyorsan be is zárom. Tehát a lényeg az, és most köcsén is erről volt szó, Orbán Viktor leleményesen mindig előadja, hogy hogyan kell üzemeltetni az üzemeltethetetlen legalább 150 éve, valójában már régebben, de mondjuk az elmúlt 150 évben ez a négy rendszer működött, a kiegyezés rendszere, Horthy rendszere, Kádár rendszere, és most a rendszerváltás rendszere, ki tudja, hogy meddig, meg van ugyan bukva, de részben abstalt, részben meg a gázvezeték felrobbantódásával közvetlenül is durva a jelzést adván, ezzel valahogy úgy tudnám ábrázolni, hogy Trump is arathat fényes győzelmet, de ettől még bukva van a rendszer. Tehát neki egy bukott rendszert kell. Valószínűleg azért is bízzák rá, mert egy bukott rendszert kell üzemeltetni. Tehát üzemeltetnie kell majd neki is az üzemeltethetetlen. Élvezi ő, mint ahogy valószínűleg Orbán Viktor is az ilyen harcos típusú személyek élvezik azt, amikor egy lehetetlen, egy eleve lehetetlen feladatot kell úgymond, hát nem megoldaniuk, csak úgy tenni, mintha üzemeltetve volna, de a dolog lényege az, hogy, hogy a globális pénzhatalmi rendszer hidraulikája mindig pontosan annyit szívvel. Ebből a szempontból, bár nagy tisztelem Orbán Viktort is, Matolcsi is, de a vitájuk valójában egy nem létező tárgyon követett vita, mert ha valaki, ők mindeket nem fontosan tudják és ismerik ezt a hidraulikát, ami alól egyik rendszer sem tudta kivonni magát az elmúlt, most már több mint 150 év, 150 év során, és tehát lassan a vége felé közeledve persze, hát illene, ugye ez a 453. bogárnapló bejegyzés, beszélgetés, és végül is mindig igaz az alapvető célunk természetesen, hogy mondjunk valamit arról, hogy jó, jó, tanár úr. Mostanában azért már nem kérde, jó, jó, tanár úr, de hogy akkor mondjuk meg a megoldást is, mert ugye mindennek van megoldása. Hát vagy nincs, ez a kettő van. Tehát... Ugye a, ez a gyakorlatilag, pragmatikus, hogy ha már vagyunk, legyünk, székely, a túlélés, persze, tehát hogy mindennek van megoldása, figyelem, megoldása egyáltalán nem feltétlenül van mindennek, de kétségtelen lehet üzemeltetni az üzemeltethetetlen. Csak nem, nem igazán szerencsés, hogyha azt megoldásnak nevezzük, mert természetesen nem megoldás, és hát ezért azt látjuk is, most például a demográfiai folyamatokon, a múltkor ugye egy teljes bogárnaplót szenteltünk ennek, meg a magyar hírlapban egy részletes, már több mint 30 an szóltak hozzá, vitát is egyébként érdemes elolvasni azokat a vitacikkeket, de hát a lényeg az, hogy a legelemibb szintű önújra önújrateremtési folyamatai, a magyar társadalomnak hát egyre inkább akadoznak. És ez teljesen érthető is, mert a globális hatalmi rendszer, hát nyilván amióta háborút kell üzemeltetni, egy világháborút méghozzá három fronton, az első ukrán front, a második ukrán front a közel-keleten, Látszólag Izrael, meg a Hamas, meg Hezbollah, de természetesen abszolút nem erről van szó, erről már többször beszéltünk. Mindig hamisak a szereplők, illetve a Csendes-óceáni Front, ahol hát szintén hamisak a szereplők, mert ha azt mondjuk, hogy Amerika, meg Kína küzd egymással, akkor az formálisan a lejátszás technikai felszínen persze eltálló, megállapítás, de ennél egy sokkal mélyebb küzdelemről van szó lételméletileg, sokkal igényesebben kellene megfogalmazni azt, mind a három esetében egyébként az ukrán-orosz háborúnak látszó frontvonal, úgynevezett közel-keleti frontvonal, meg a távol-keleti egy csendes óceáni frontvonalnál lételméletileg sokkal pontosabban és mélyebben kellene meghatározni. Teszünk erre folyamatosan kísérletet, a bogárnaplóban, és persze tanulunk folyamatosan, de hát nem lesz egyszerű feladat választatni arra a kihívásra, aminek az a lényege, hogy értelemszerűen ez a hidraulika és az északi áramlat felrobbantódása is ezt jelezte, hogy nagyon érdekes, nem tudom, vettétek -e észre, hogy az első tulajdonképpen, nem is tudom, az elmúlt, a német újraegyesítés óta az első brutális összecsapás a német és lengyel elitek között, ahol igaz, most már nincsenek hivatalban, de a német titkosszolgálatok szolgálatok vezetői nagyon durván jelezték azt, hogy Lengyelország, tehát sőt a lengyelek mocskos játékot játszanak ebbe, ami egyébként igaz is ebben az ügyben is, meg az egész kérdéskörben, megittasodva attól, hogy egyszerre gyengül meg két ősi ellenfelük, a német és orosz birodalom. Tehát visszatérve az alapkérdésre, azt kellene tisztáznunk, hogy ha nincs is megoldás, pontosabban, hát hogy van-e megoldás, nyilván a megoldás az volna, ezt sokkal mindig el is mondják, hogy el kell szakadni, ki kell lépni az Európai Unióban, meg el kell szakadnunk ettől a globális rendszertől, csak az a baj, hogy ez nem így működik. Tehát tehát vicces is volna, hogyha egy lokalitás határozná meg azt, hogy a globalitásban mi a helye. Tehát ezt nyugodtan felejtsük el, meg az ilyen szabadságharcos osdikat. Sose jártunk igazán jól, hogyha ilyen e, diadalitas szabadságharcokban e, hittünk, mindig nagy bukás lett a vége, már csak azért is, mert ez is csinálva van értelemszerűen. Nél pont ez ne lenne csinálva, de hát erről is ejtettünk már szót, tehát ez biztos, hogy nem megy. Ami, ami ha nem is megoldás, de legalább üzemeltetés technikailag a legtöbb sikert ígérni, az a türelmes apró munka. Először is arra kellene rájönni, hogy mint mindennek, ennek a kérdéskörnek is alapvetően lelki, erkölcsi és szellemi talapzata van. Tehát, ha emberségesebb életet szeretne a magyar nemzet nevű emberi közösség, a magyarország nevű lokalitás, akkor fel kellene ismernie, hogy ahhoz, a változásra akarsz, a változás réte magad. Tehát azt a lelki, erkölcsi, szellemi lepusztultságot kellene először is szemügyre venni, amelyben vagyunk, és utána minden létező, döntően szellemi erőforrásunkat összpontosítva tisztázni azt, hogy lehetne ez emberségesebb, őszintébb jobb. Tehát nem szabadságharcokkal, természetesen ilyen makropolitizálással, hanem nagyon is a, a hétköznapok mikropolitizálásával, elsősorban a lelki, erkölcsi, szellemi állapotunk, hát de bután hangzik ez, hogy javításával, de nem tudok mást mondani. Tehát először is az, azzal való szembesüléssel, hogy a bukásaink alapvető kifosztottságunk alapvető oka. Ez egyébként a rendszerváltások rendszereire mindenütt igaz, hogy annál jobban kifosztható egy ország itt ebben a térségben, minél lepusztultabb lelki-erkölcsi szellemi értelemben. Tehát azért vegyük észre, hogy az, hogy a magyar társadalom az egyik leglepusztultabb, relatíve ebben a térségben az elmúlt 35 évben, annak ez a lelki-erkölcsi szellemi lepusztultság az oka. A dolog azért nagyon kényes. Mert ehhez, ahogy nagyon sokszor beszéltük erről, tudás, bátorság és legfőképpen becsület kellene tudás, vagyis hogy pontosan lássuk, de pontosan, ne mindenféle illúziók, vagdalkozások, egyebek szintjén, hanem pontosan lássuk a helyzetünket. Legyen bátorságunk a hétköznapok során e, vállalni az, hogyha ha bizonyos dolgokat meg kell cselekedni, akkor azt megcselekedjük, akkor is, hogyha hát nagyon komoly ellenerőkkel találkozunk ennek a megszerveződése kapcsán, és hát a becsületes helytállás. Az, hogy Európa egyik legjobb mezőgazdasági adottságaival, ez, ez a legjobb példa azért, ezt még néhány szót beszéltünk már erre, erről sokszor, de, de hát mivel semmi nem változik, ezért újra és újra elő kell hozni. Tehát az, hogy az, ez egy szegénységi bizonyítvány, ez egyik legsúlyosabb szegénységi bizonyítvány, hogy Európa egyik legjobb adottságával rendelkező, mezőgazdasági adottságával rendelkező országa vagyunk, ahol ráadásul olyan történelmi tapasztalatok is most még jelen vannak, amely ennek a szerveződését mondjuk olyan sikeresé tehetné a lényegét tekintve. Ez viccesen hangzik, mint mondjuk Ausztriáé, ahol nem a jövedelmi különbségek, tehát Magyarország és Ausztria összehasonlításában nem az egyfőre jutó jövedelem, hanem az egyfőre jutó vagyonban van óriási különbség. Még az egyfőre jutó jövedelemben mondjuk háromszoros a különbség, az egyfőre jutó vagyonban legalább 15-szörös mondjuk egy átlagos uh, parasztcsalád család uh, Ausztriában legalább 15 vagy 20-szor akkora vagyonnal rendelkezik, mint egy átlagos alföldi a Földön élő parasztcsalád, tehát a nagy történelmi gap az pontosan itt van, és ennek az az alapvető oka, hogy a szerveződése a mezőgazdaságnak, a hatalomgazdasági vagy gazdasághatalmi szerveződése, rejtett szerkezete a mezőgazdaságnak, az élelmiszeriparnak, és az élelmiszer kiskereskedelemnek idegen kezekben van. Tök mindegy, hogy egyébként magyarnak gondolja magát az illető, attól még idegen ez a kéz, mert nem abban érdekelt, hogy ez az alapvető szövetrendszere a magyar társadalomnak éppen egészségesen működjön, hanem ennek az ellenkezőjében. És ez minden szakma, minden hivatás, minden létszféra esetében szépen végigvihetnénk, és bizony elég kényelmetlen dolgokkal kellene szembesülni, minnyájunknak természetesen. Én is, noha már régen nem vagyok aktív, de vállalom, ha egyszer, ha egyszer létrejönne egy olyan elemzés, ahol, ahol szóval tettem mulasztásra, mit vétettem, mondjuk az elmúlt 35 vagy 40 év során, én is vállalnám, szívesen, szívesen könnyebbülne meg a lelkem, mert sajnos sok ilyen volt, amit leginkább a tudás és bátorság hiánya alapozott meg. Hát a becsületét talán ne, én legalábbis nem tudok róla, hogy szándékosan, cinikus módon becsülelen lettem volna, de tudatlan és gyáva az én is, mint a rendszerváltás legtöbb, hát mondjuk beletartoztam abba a körülbelül ezer emberbe, aki, aki, azért elég lényeges szerepet játszott, legalábbis formálisan. Tartom, hogy ez egy más kérdés a rendszerváltásban. Tehát visszatérve, Orbán Viktor ugyanújra elmondta, hogy miként üzemeltessük az üzemeltethetetlen, de ettől még sajnos egyre több jele van annak, hogy a magyar társadalom, mint ahogy egy térség mindegyik társadalma, csak a magyar társadalomban talán a legszíszorító módon kiszolgáltatott helyzetben, mert egyre durvábban vagdalja le rólunk ezt a bizonyos Lástkádár János takaróját, ez a, ez a bizonyos globális pénzhatalmi rendszer, az a pénzhatalmi hidraulika, amely persze az elmúlt 150 évben mindig jelen volt, de sajnos arra kell számítanunk, hogy az előttünk álló mód felett kalandosnak érkező évtizedek során ennek a hidraulikának a brutalitása igen nagy valószínűséggel erősödni fog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.